Csillagpont hírek. A Csillagpont Rádió hírműsora. Új mammográfiás készüléket adtak át a megyei kórházban, szemét mindenfelé a muszkás oldalon ellenőriztek a rendészek. Kutyamenhelyet hoznak létre Szikszón. Köszöntöm Önöket, Önök a Csillagpont Rádió híreit hallják 2017. március 6-án, hétfőn 16 óra 30 perckor a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Életeket menthet, új mammográfiás készüléket adtak át a Borsodabói-Zemplén megyei kórház és egyetemi oktatókórházban, tehát újkorszerű mammográfiás készülék érkezett a 200 millió forintos beruházásnak köszönhetően, ugyanis hamarabb ismerhetik fel a kóros elváltozásokat, szó szerint pontosabb képet kaphatnak az orvosok a betegségről, és a várakozási idő is lerövidül. Az eszköz kiemelt fontosságú a nők körében vezető daganatos megbetegedésnek számító és magas halálozási arányú emlőrák és daganat korai felismerésében. Kerekes Mária főorvos, az Emlőszűrő Centrum vezetője szerint több szempontból korszerűbb, alkalmasabb a vizsgálatokra az új készülék, mint a korábbi volt. Eddig egy analóg és egy digitális gép volt, most két digitális lett, hangsúlyozta. Az új készülék megbízható, jó minőségű képet készít, olyat, amely elektronikusan archiválható, továbbítható és könnyen visszakereshető. A digitális felvételek nagyításával, a kép minőségének javításával, összehasonlításával az orvosi értékelés hatékonyabbá válik. Naponta 80-100 beteget látnak el, akiknek így megrövidül a várakozási ideje. Régi elavult, gyakran meghibásodó készüléket cseréltek le. Az új gép magyarországi viszonylatban is az egyik legmodernebb. Beüzemeléséhez belső átalakításokra is szükség volt. A készülék nem nagyméretű, de tudását tekintve hatalmas segítséget jelent, majd hangsúlyozta. A Borsodabói-Zemplén megyei kórház és egyetemi oktatókórház állami támogatást kapott a készülékre, melynek beszerzésében Rész Gábor megyei fejlesztési biztos is segített. Mint mondta, lányos édesapaként tudja, milyen sokat jelenthet a nők számára ez az eszköz. Jó helyre jött a támogatás, jó helyre jött a műszer, hangsúlyozta. Az új gépnek kisebb a sugárterhelése és lehetőséget biztosít úgynevezett röntgenvezérelt szövettani mintavételre is. Ez is segíthet abban, hogy időben elkezdhessék az esetleges elváltozások kezelését. Az orvosok többsége hálapénzmentes egészségügyben szeretne dolgozni, derült ki a rezidensek és szakorvosok szakszervezetének megbízásából készült felmérésből. Úgy vélik, hogy a paraszolvencia megszüntetésére a tisztességes alapbér, a megfelelő minőségű és mennyiségű orvosi munka honorálása, a saját orvosválasztás lehetősége és a magán és az állami ellátás tiszta együttműködése lehetne a keretrendszer, mondta Dénes Tamás szakszervezeti vezető. Most Dénes Tamás hallják. Arra kérdése, hogy szeretné-e hálapénz mentes egészségügyben dolgozni, az orvosok 96%-a válaszolt igennel. Tehát annak ellenére, hogy tudjuk, hogy létezik ez a jelenség, és vannak orvosok, akik kénytelen kelletlen elfogadnak még utólag adott hálapénzt, zárójelbe jegyzem, mert sajnos vannak olyan kollégák, akik előre követelik, ugye erről hallhatom a sajtóban, de ez mindig is bűncselekmény volt, és reméljük, hogy egyre erősebb szankciókat fog életbe lépetni a jogalkalmazó ezekkel a kollégákkal kapcsolatban, de visszatérve a nagy többségünk, a döntő többségünk kényelmetlenül érzi magát ebben a paraszolvenciás hálapénzbe szoftkorrupt rendszerben, és nőtt azoknak a száma 17%-31%-ra, akik teljes mértékben elutasítják a hálapénzrendszer jelenségét, és 61%-unk mondta azt, hogy a jelenlegi helyzetben annak ellenére, hogy elutasítja ezt a jelenséget, nem szereti, de az utólag adott hálapénz kénytelen elfogadni. Tehát ebből egyértelmű üzenet fogalmazódik meg úgy a társadalom, többségi társadalom irányába, mind a politikai irányába, hogy mi orvosok nem kívánunk ebben a hálapénzes rendszerben élni és dolgozni, ezért a RESZASZ lezárta azt a kérdést, hogy meg kell-e szüntetni vagy sem, a hálapénzrendszert meg kell szüntetni. Szemét mindenfelé a muszkás oldalon ellenőriztek a rendészek. Az illegálisan lerakott szemét jelenti a legtöbb problémát a muszkás oldalon, pedig a hatóság 5000-től 50000 forintig bünteti azt, akit ilyen cselekményen rajta kap. Ez a terület, illetve a valamikori béketelep egy részét vették még csütörtökön délután gorcső alá a miskolci önkormányzati rendészet munkatársai. A mostani ellenőrzés célja is az volt, hogy vizsgálják a szemétszállítási szerződések meglétét, hogy feltérképezzék az illegális szemétlerakásokat, valamint hogy ellenőrizzék a lakcímbejelentési kötelezettségeket.
A nagy mennyiségű szemétre panaszkodnak leginkább az itt élők, akik állítják, ez a legnagyobb probléma a területen. Elmondták még azt is, hogy a közbiztonsággal különösebb gondjuk nincs, általában nyugodtan élhetik itt mindennapjaikat. Szemetelés miatt ebben az évben már több esetben tetten értek embereket, de volt, hogy már kisebb mennyiségű szemét eldobása miatt is intézkedtek a rendészek. A helyszíni bírság 5 és 50 ezer forint közötti összegről is szólhat. Kovács László Csaba, a Miskolci Önkormányzati Rendészet vezetője ismertette, a kutyapiszkok összenemszedése és a nagyobb mennyiségű bútorzat vagy törmelék lerakása is ugyanez a kategória. Minden esetben volt már tettenérés az évben a Miskolci Önkormányzati Rendészet munkatársainak. Közel 30 ingatlant ellenőriztek ezúttal a rendészek, 3 esetben a szemétszállítást nem tudták igazolni az ott élők. 5 alkalommal oltatlan kutyákat találtak, egyszer pedig elhanyagolt szemetes ingatlan miatt kellett intézkedniük. A Sinosz Borsodabaúj Zemplén megyei szervezete a témaprojekt keretében 2017. március 9-én csütörtökön 15 órától előadást és fórumot tart az aktuális adózási, adóbevallási tudnivalók témakörében. A helyszín a Sinosz Borsodabaúj Zemplén megyei szervezete. Ez Miskolcon a Jókai utca 16 szám alatt található. Az előadó dr. Solymár Gabriella adóhatósági ügyfélkapcsolati osztályvezető és főosztályvezető helyettes. Az előadás főbb témakörei a 2017. évi személyi jövedelemadó bevallásban történt változások ismertetése és az ügyfélkapunyitás menete, igény esetén ügyfélkapunyitás is. Kutyamenhelyet hoznak létre Szikszón, tudatta a rádiónkkal a város alpolgármestere. Takács Lászlóné elmondta, az elmúlt hónapokban egyre több kóborállattal találkoztak az emberek a városban, ezért is fogott össze az önkormányzat a helyi civil állatvédőkkel, hogy kutyamenhelyet építsenek. Hozzátette, hogy az állatvédők számára egy csipleolvasót vásárolt az önkormányzat azért, hogy ezzel beazonosítsák és visszajuttassák a gazdákhoz az elkóborolt ebeket. Most Takács Lászlónét hallják. Belügyminisztérium finanszírozásában fog ez a menhely létrejönni, és a közfoglalkoztatottakra lesz aztán bízva a kutya menhelynek a fenntartását, illetve a működtetése. Ezeket az embereket kiképezik, sőt már vannak is olyan embereink, akik ilyen irányú képzést kaptak, hogy hogyan kell egy kutya menhelyben tevékenykedni, hogyan kell a kutyákat befogni, és hogyan kell a kutyákat gondozni, illetve hogyan kell az ilyen adminisztrációs feladatokat velük kapcsolatba végezni, és hogyan kell a csipleolvasóval a csippet leolvasni, hogy esetleg be tudják azonosítani a kutyákat. Természetesen egy beazonosítás után felhívjuk a gazdák figyelmét, hogy a kutyát befogtuk, mert sajnos csavargott, és itt átveheti a kutyáját. A kutyamenhely elkészítési határideje február 28, és ezt követően pedig történik majd a beüzemelés, hát én gondolom, hogy késő tavaszra vagy koranyára ennek a menhelynek a működése már zökkenőmentes lehet. Köszönöm a figyelmet, Önök a Csillagpont Rádió hírét hallották. Csillagpont hírek, a Csillagpont Rádió hírműsorát hallották. Készült a médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.